Mintegy 200 kárpátaljai fiatal vett részt Székelyvarság festői környezetében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett Kós Károly honismereti táborban. A résztvevők tematikus előadásokon, valamint Székelyföld nevezetességeit bemutató túrákon vehettek részt. A szervezők célja az volt, hogy elfeledtessék a gyermekekkel a háborús mindennapok okozta nehézségeket. Július 1-e és 14-e között 180 kárpátaljai diák és 20 kísérő tanár érkezett Székelyvarságra két turnusban, hogy részt vegyenek a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett Kós Károly nevét viselő honismereti táborban. A táborozó gyerekek nagy része magyar, de voltak magyar felmenőkkel rendelkező ukrán diákok is. Kárpátalja több településéről, Ungvárról, Beregszászról, Péterfalváról, Nagyszőlősről érkeztek Erdélybe. Kitűnően érzem magam, a táborhely az nagyon csodálatos, gyönyörű a táj, ugye gyönyörű szép Erdély, Tündérország, ugye, ahogy szokták még hívni. Eddig a kedvenc élményem ebbe a táborba az valószínűleg a fürdőzés volt, illetve a szekciófoglalkozások, amiket én nagyon tudom élvezni. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és hogy részese lehetek ennek a tábornak. A héten rengeteg csodaszép helyen jártunk, és nagyon sok jobbnál jobb programban lehetett részünk. Egyébként én már harmadszor járok Erdélyben, és eddig mindig az volt a tapasztalatom, hogy mindig meg tud lepni a maga varázsával és szépségével. A zord idő ugyan nem kedvezett a szabadtéri programoknak, ennek ellenére a fiatalok különféle csoportfoglalkozásokon vehettek részt, és kedvük szerint választhattak a média és drámapedagógiai tevékenységek, valamint a sportolás és a képzőművészeti műhelymunkák közül. Ugyanakkor szakmai, honismereti, valamint hungarikumokról szóló előadásokon vehettek részt, délutánonként pedig a környék látványosságait nézték meg, mint például a Parajdi sóbányát vagy a Mini Erdély Parkot. Elmondásuk szerint mindannyian nagyon jól érezték magukat. Kevesebbet vártam előttől a tábortól, mivel eléggé messze van. Nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz. De eléggé jól meg van csinálva minden, és tetszik, van társaság is, és el vagyunk. A szervezők arra törekedtek, hogy a gyermekeket kimozdítsák az otthoni háborús hétköznapokból. A legfontosabb küldetésünk ebben az egy hétben az az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, elhiggyék azt, hogy minden rendben van, a világunk jó hely, nincsenek bombariadók, nem kell lemenni a bunkerbe, és önfeledten lehetnek gyerekek, mosolygó gyerekek egy hétig. Az idei tábort a 10. budapesti Székelybálon összegyűlt adományból szervezték meg. A rendezvény teljes bevételének kedvezményezettjei pedig a Kárpátaljai Nagycsaládosok és a Kárpátaljai Pedagógus Szövetség. Ebben a háborús helyzetben Kárpátalja kiemelt figyelmet kap, így mi is próbáljuk, amivel lehet őket segíteni. Intézetünknek a jelmondata a felelősséggel és hűséggel, amit azt gondolom ezekben a nehéz időkben kiemelten fókuszba kell helyezni. A gyerekek elmondták, az otthoni, gyakori áramkiesés megnehezíti számukra a tanulást, hiszen volt, hogy egy-másfél napig is szünetelt az áramszolgáltatás. Kárpátalján ugyan nem zajlanak csaták, de a fiatalok így is nehezen élik meg az országukat érő támadásokat. Hogyha szól a légiriadó, akkor ugye megyünk az óvóhelyre, hogy ne érjen bántódás, hiába kevés az esély annak, ugye, hogy megtámadnak minket ott azon a helyen. De alapvetően folytatódik az oktatás. A háború miatt nem tudunk olyan könnyen kiszakadni és ide-oda elmenni. Tehát például csak a közeli városba is bemenhet el nehéz, ugyanis egy poszt van, ahol a katonaköteles fiatal férfi embereket lényegében úgymond vadásszák vagy gyűjtik. Rengeteg férfi bujkál, falunkból szinte mindenki kiköltözött. Tehát eléggé feszes a helyzet. A fiatalok a tábor végén a székelyvarsági római katolikus templomban mutatkoztak be a helyieknek egy előadás keretében, és itt lehetőségük volt az intézet vezetőivel és támogatóival is találkozni.